Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Olaszország és Románia. Körképünket Németországgal kezdjük, ahol várhatóan ma ismét tárgyalnak a német kormánypártok az ellenzék képviselőivel a migráció szigorításáról. Az ellenzék folyamatosan fokozza a nyomást, a CDU a migránsok határnál történő visszaküldését, a CSU egy felső határ bevezetését szorgalmazza. Vezető németországi jogászok szerint a szigorításnak nincs jogi akadálya, hiszen a belső biztonság kérdésében a nemzeti jog az európai jog felett áll. Most kapcsolunk tudósítónkhoz, Berlinben, Noll Katalinhoz. Hát pontosan mivel érvelnek a jogászok, és mekkora a CDU támogatottsága a határzár tekintetében? Jó reggelt kívánok! Valóban sokak számára hihetetlennek tűnhet, ami Németországban történik. A kormánypártok és az ellenzék egymást próbálják túllicitálni a migráció szigorításával kapcsolatos javaslatokban, illetőleg konkrét intézkedés is történt. A szövetségi belügyminiszter a késő délutáni órákban váratlanul bejelentette, hogy Németország valamennyi határszakaszán ellenőrzéseket vezet be 16-ától fél évre. A szövetségi belügyminiszter, aki egyébként szociáldemokrata politikus, úgy fogalmazott, hogy a nemzeti határokat hatékonyan meg kell védeni, egészen addig, amíg az Európai Unió külső határainak a védelme nem biztosított. Várhatóan a nap folyamán 15 óra környékén ülnek tárgyalóasztalhoz a szövetségi kormánypártok, illetőleg az ellenzék. Az ellenzéki pártok is megfogalmazták javaslataikat. Markus Söder például a CSU elnök egy televíziós interjúban jelentette be, hogy ők egy felső határt vezetnének be. Jóval kevesebb, mint 100 000-en adhatnának be Németországban úgynevezett első menedékkérelmet, hiszen Söder úgy fogalmazott, hogy nem csak az infrastruktúra túlterhelt, az iskolák, óvodák, nincsenek szállás lehetőségek, hanem a német kultúra is túlterhelt, és ahogy fogalmazott, a németek nem érzik otthon magukat a saját hazájukban. Érdemes megnézni a számokat, tavaly például több mint 351 000-en adtak be első menedékkérelmet, idén pedig július végéig 153 000-en, ami azt jelenti, hogy év végéig nagyjából 263 000-re növekedhet a becslések szerint ez a szám, tehát csökken ugyan a tavalyihoz képest, de még mindig nagyon magas. A CDU ezzel szemben azt javasolja, Friedrich Merz ultimátumot adott a kormánypártoknak ezzel kapcsolatban, csak akkor folytatják a tárgyalásokat, hogyha a német határokról visszautasítják a migránsokat, és Merz azt hangsúlyozta, hogy erre van jogi lehetőség. Megszólalt egyébként, ahogy említetted, vezető jogász is ezzel kapcsolatban. Németország volt legfőbb bírája, az Alkotmánybíróság volt elnöke, Hans-Jürgen Papier, aki úgy fogalmazott, hogy biztonság kérdésében a nemzeti jog az európai jog fölött áll, tehát abban az esetben, hogyha az országot, az ország közbiztonságát veszély fenyegeti, a migráció pedig veszély a közbiztonságra, érinti az ország szuverenitását, és a szuverén államokat, egy szuverén államot nem lehet arra kötelezni, hogy bárkit befogadjon, bárkit beengedjen az országba. Nem lehet egyébként pontosan meghatározni, hogy a németországi pártok szándékai a migráció szigorításával kapcsolatban mennyire őszinték, azt biztosan lehet tudni, hogy választások közelednek Brandenburg tartományban, egy év múlva Bundestag választásokat tartanak, és a közvéleménykutatásokat a CDU toronymagasan vezeti. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint több mint magasabb, mint 32%-os a népszerűsége. A második helyen az AfD áll, tehát a baloldali kormánypártok nagy valószínűséggel törekednek az emberek bizalmának a megnyerésére. A zöldek azok egyébként, akik fölött, ahogy itt Németországban fogalmaznak, úgy tűnik, hogy elhaladt az idő, hiszen ők nem támogatják ezeket az intézkedéseket. Ők attól tartanak, hogyha Németország visszaküldi a határokról a migránsokat, akkor más európai uniós tagállamok is követik ezt a példát, és úgynevezett dominóeffektus fog beindulni. A szabaddemokraták támogatják egyébként a szigorításokkal kapcsolatos javaslatokat, de nem szabad elfelejteni, hogyha most tartanának Bundestag választásokat Németországban, akkor ők be se kerülnének a Bundestagba, hiszen a legfrissebb közvéleménykutatások szerint 4%-on áll a szabaddemokraták népszerűsége. Olaszországban is megkezdődött a tanév. Az olasz iskolák padjaiban több mint 800 000 a bevándorló tanulók száma.
Ez a teljes diáklétszám 10%-a. A kormány és az ellenzék most arról vitázik, hogy megadják-e az olasz állampolgárságot a bevándorló tanulóknak. Rómából kapcsoljuk Sárközi Júliát. Mennyire tudnak ezek a bevándorló gyerekek integrálódni, bekapcsolódni az oktatásba egyáltalán, és itt olyanokra kell gondolni, hogy beszélnek eléggé olaszul ahhoz, hogy megértsék, hogy mit mond a tanár, és ami legalább ugyanennyire fontos, mit gondolnak mindenről az olaszok? Jó reggelt kívánok! Olaszországban a tanulók összlétszáma 8 millió 600 ezer, és most először a bevándorló gyerekek és fiatalok, bevándorló tanulóknak a létszáma elérte a 900 ezeret. Közöttük vannak az afrikai családokban született gyerekek, románok, albán bevándorló családok gyerekei, akik iskolába járnak Olaszországba, kínai családok gyermekei, vagy éppen az ukrán menekült családok iskolakorú gyerekei. Ez a 8,6 millió tanuló, ez az általános iskola első osztályától egészen érettségig fedi le az oktatási időszakot. A migráns tanulók 65%-a, több mint 65%-a már Olaszországban született, de vannak olyanok is, akik iskolás korban érkeztek meg Olaszországba, tehát az általános iskolában, vagy esetleg a gimnáziumban, szakközépiskolában kapcsolódnak be az olasz oktatásba. Az olasz rendelkezések, az olasz törvények előírják, hogy egy osztályban nem haladhatja meg a 30%-ot. A bevándorló diákok létszáma az északi Lombardiában, ez alacsonyabb, 15%, a déli Nápoly környékén még alacsonyabb, 3%, de vannak olyan észak-olaszországi iskolák, ahol a bevándorló tanulók aránya megközelíti a 40%-ot. Gondoljunk azokra az általános iskolákra, ahol az elmúlt tanévben Ramadán ünnepén oktatási szünetet vezettek be, mert annyi muszlim kisdiák volt az iskolában, hogy nem volt érdemes oktatni, miközben ők az ünnepnap alatt nem mentek az iskolába. Állampolgárságuk heves politikai vitához vezetett. A közvélemény kutatások szerint az olaszok 55%-a támogatja, hogy azok, akik legalább 10 évet jártak olasz iskolába a kötelező oktatási ciklusból, azok kérelemre, tehát nem automatikusan állampolgárságban részesüljenek. Az Európa Plusz párt referendumot, népszavazást sürgetett a kérdésben. A vitára nyitott hajrá Olaszország vezetője, Antonio Tajani azt mondta, hogy erről nem népszavazásnak kell döntenie, hiszen ez ennél sokkal komolyabb kérdés. Az ellenzék napirendre akarja tűzni a kérdést a parlamentben, a jobb-közép kormánypártok elzárkoznak, a Liga vezetője Matteo Salvini azt hangoztatta, hogy az állampolgárságot ki kell érdemelni, ez nem lehet ajándék csak azért, mert valaki beiratkozott az olasz iskolákba. A baloldali pártok már most ősszel parlamenti vitára akarják tűzni a kérdést, de ez nehezen lesz megvalósítható, hiszen a parlamenti munka még csak a következő napokban indul újra Olaszországban, és évvégéig meg kell alkotni, meg kell szavazni még a költségvetési törvényt is. A román-bolgár határon több migráns csoportot fogtak el a hatóságok az elmúlt hétvégén. A Gyurgyevo és Ruszek közötti határátkelőn átvizsgált kamionokban szíriai és iraki migránsokra bukkantak a határőrök. A részletekkel Birtalan Albert jelentkezik Kolozsvárról. Ugye a román-bolgár határon most már azt lehet olvasni, hogy egyre több az illegális határátlépési kísérlet. Beszélhetünk itt is arról, hogy már szervezett embercsempész hálózatok vannak itt? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Ahogy mondod, egyre inkább úgy látszik, hogy legtöbb esetben csempészek koordinálása alatt lépnek be a migránsok illegálisan az országba. Ahogy azt megszoktuk, ha mutatkozik egy kereslet, akkor rövid időn belül ugye megjelenik a kínálat is az elmúlt hónapokban, ugyanis azt láttuk, hogy a határrendészeti jelentések egyre gyakrabban számolnak be a Bulgáriával közös határszakaszon történt határsértési kísérletekről. Ezúttal a Gyurgyevo és Ruszek közötti román-bolgár határ ellenőrző pontnál, tehát a hatóságok 10 szírmigránst fogtak el, akik egy dupla fenekű nyerges vontatóban rejtőztek el. A járművet egy 26 éves moldovai állampolgárságú sofőr vezette. Maga a vontató része a járműnek úgy nézett ki, hogy egy hamis padozatot építettek be. Amikor a raktér ajtait kinyitották, minden természetesnek látszott. Azonban a hamis padozat alatt rejtőzött a már elfogott 10 szír állampolgárságú migráns. A jármű alján a hatóságok által közzített felvételeken azok a kerek kis rések is látszanak, amelyek
bejutatták a levegőt a rejtek helybe. A nyomozás során a hatóságok kiderítették, hogy az elfogott migránsok életkora 13 és 49 év között van. A hatásértők arról számoltak be, hogy Isztambulban tartózkodtak, amikor felvették a kapcsolatot egy embercsempész csoporttal, akik leszervezték számukra az illegális transportot egészen Németországig. Ezért busás összeget fizettek, a hatósági jelentés szerint fejenként 12.500 euróba került az útjuk. A bolgár határig egy mikrobusszal utaztak, ezt követően vette át őket a moldovai sofőr, aki, mint tudjuk, tehát lebukott velük a határellenőrzés során. Egyébként ez a lekapcsolt jármű szállította volna a migránsokat egészen a célállomásig, tehát Németországba. Az ügy egyébként nem zárult le, a hatóságok folytatják a nyomozást. Szintén a hétvégén ugyancsak Gyurgyevo és Ruszek között egy román sofőr jelentkezett határellenőrzésre egy teherautóval, amely egy kisebb méretű pótkocsit vontatott. A raktérben hőszigetelő paneleket szállított Törökországból egy román kereskedelmi vállalat megrendelésére. A határellenőrzés során azonban a hatóságok felfedezték, hogy a raktérben más is van. A jármű 26 éves sofőrje ellenben azt állította, hogy nem tudott arról, hogy embert is szállít. A hatóságok azonban a protokollnak megfelelően eljárást indítottak az ügyben. Egy másik esetben egy 56 éves török sofőrt tartóztattak fel a déli határ átkelőn. Az általa vezetett kamionban iraki férfiakat fedeztek fel a határőrök. A migránsoknál dokumentumok nem voltak, csak az általuk elmondottakra tudtak alapozni a származási országuk lejegyzésekor. A román-bolgár határon szolgáltott teljesítő határrendészek szerint naponta 1200 kamiont engednek át Romániába, és hetente legalább egyszer észlelnek illegális migrációval kapcsolatos tevékenységet. Noll Katalinnak, Sárközi Júliának és Birtalan Albertnek köszönjük.